Jászberényi Sándor már járt városunkban egy évtizede első kötete megjelenését követően, amely világszinten is elismert művé vált, több nyelvre is lefordították. 10 év meglehetősen hosszú idő, ez alatt a nobellista életműve rendre csak bővült és gazdagodott. Gyöngyösi Csaba szerint nem csak szépíróként jelentős az alkotó eddigi munkássága, hanem azért is, mert haditudósítóként a világ forrongó helyeire ellátogatva tájékoztatja az olvasókat az általa látottakról és tapasztaltakról. Így van, Jászberényi Sándor 10 évvel ezelőtt volt a vendégünk, amikor megjelent az első, azóta már nagyon híres könyve, Az ördög egy fekete kutya, amit már azóta több nyelvre is lefordítottak, és azóta egy nagyon erős életmű alakult ki, amelyben nem csak az a fontos, hogy ő mint szépíró, egy kitűnő novellista, hanem mint haditudósító járja itt a világban található forró helyeket. A költő nem csak a szavak erejét használja arra, hogy olvasói elé tárja a világot. Életrajzának fontos szegmense a fotográfia, ugyanis végtelen érzékenységgel ábrázolja utazásainak állomásait. Ezzel a szemlélettel és látásmóddal mutatja meg azokat a helyeket, ahol mindennaposak a tragédiák és a nehézségek. A másik nagyon fontos terület, ami kibontakozik az ő életművében, a fotózás. Nyilván ezek a helyszínek, ahova ő elmegy, ott hát téma van bőven, de ezt olyan érzékenységgel tudja megjeleníteni, ami egészen különleges. És azért gondoltuk, hogy meghívjuk újra, mert látszik, hogy egyre jobb és egy erősebb ez az életmű, ami itt a szemünk látára teljesedik ki. A költő érthető módon nem köti az olvasói orrára, hogy miként keveredik írásaiban a fikció és a valóság egymással. Én realista író vagyok. A közvetlen rokonom Zola, Móricz Zsigmond vagy Hemingway. Az élet csak arról tudok írni, amit tudok pontosan, hogy hogyan működik, tehát végérvényesen. Arról, hogy hogyan keveredik a fikció a szövegeimben, nem beszélek, semmi köze hozzá az olvasónak. A könyvhez van köze, olvass el, gondolj, amit akar. Én nekem az írói technikámnak egy nagyon fontos része, hogy nem tudok olyanról írni, amit nem láttam. Realista író, aki csak arról tud írni, amit ismer, látott, megtapasztalt. Jászberényi Sándor legfőbb írói technikája erre az elvre épül, ebből merít és ebből építkezik. Az emberi lény több, mint csont és hús. Felelőssége van valamilyen magasabb erkölcs felé. Ez nem feltétlenül Istent jelenti, hanem az ember, ugye, most nagyon sok asztrofizikát olvasok, és alapvetően ugye mondhatjuk azt, hogy mivel tudtunk az egyetlen értelmes lény az univerzumban az ember, ezért az embernek kéne lenni a reflexiója a világ mindenségnek, mintha az lenne a tudata, vagy a lelkiismerete. Ez felelősség lenne. Jászberényi Sándor életművének egyik fő célja, hogy értelmet adjon az egyébként értelmetlen szenvedéseknek, amikkel az utazásai során szembesül. Az írás és a fotográfia eszközeivel láttatja az általa megtapasztaltakat, ennek a fontos ismertető munkának a következő lépcsőfoka lett a Mindenki másképp gyászol című kötet.